Több éves előkészület után a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárán a két épülete, a Bölcsészettudományi és Természettudományi, illetve az Élettudományi Könyvtára is teljesen megújult. A Felsőoktatási Intézmény főépületében található létesítményt ünnepélyes keretek között nyitották meg a Szívisvárosi Egyetem vezetői, a könyvtár főigazgatója és az innovációért felelős helyettes államtitkár szeptember 7-én. A munkálatok három különböző szinten zajlottak. Az előcsarnok egy kifejezetten szállodai lobby érzetet kelt, azt gondolom, ha oda belépünk. Tulajdonképpen ez az a tér, ahol a teljesen önkiszolgáló könyvkölcsönzésre, válogatásra és könyv visszahozásra is teret biztosítunk, tehát tulajdonképpen egy teljesen önjáró könyvtári szolgáltatásról beszélünk itt a kialakított technológiai újításra támaszkodva. És hát végül talán az egyik legnagyobb szenzáció a földszinten, vagy innen nézve a Laksorban kialakított sziget, ahol közösségi teret, egy virtuális labor, kreatív műhelyt alakítottunk ki. A könyvtár főigazgatója hozzátette, az olvasóterem bútorzatát is lecserélték, így kényelmesebb, nagyobb személyes teret biztosítva a látogatóknak. Szilvási Zoltán, az egyetem rektora, az eseményen kiemelte, a megújulás több és jobb lehetőséget biztosíthat az intézmény polgárai számára. Ebbe a könyvtár együttesbe, ahol nagy olvasóterem, kreatív szoba, kis klubszoba, nagyon sokféle funkciójú helység van, egyszerűen bekívánkozik. És az az érzésem, hogy ez a hallgatóság számára az egyetemhez tartozás nagyon erős élményén túl a könyvtár szolgáltatásai, a könyvkészlete, az informatikai felszereltsége, a nagyon sokrétűsége miatt ez egy nagyon-nagyon kedvelt és alapvetően más jellegű vonzó része lesz az egyetemnek, mint amilyen a klasszikus könyvtár korábban ez volt. Bágy Zoltán kancellár a megnyitón hangsúlyozta, a felújítás során fontos szempont volt a mai igényekhez mérten átalakítani a könyvtár tereit, szolgáltatásait. A mai világban ugye nagyon fontos, hogy innovatív és megfelelő minőségű terek legyenek. Régi vágyunk volt, hogy az olvasótermet és ha lehet a pincében lévő duplomtárat is nem csak megújítsuk, hanem új funkcióval lássuk el, illetve az élettudományi könyvtárban is kialakítsuk azt, ami a mai kornak és a diákok igényeinek megfelel. Úgyhogy ez egy hatalmas lépés, és hát sok-sok éve terveztük ezt, örülünk, hogy a EFOP pályázatnak köszönhetően ez megvalósulhatott. A teljes felújítás csak nem 400 millió forintból valósult meg a Felsőoktatási Intézmény saját erőforrásából, illetve az EFOP 421 pályázat által. A könyvtár ünnepélyes megnyitója után a Debreceni Egyetem aulájában folytatódott a szakmai tanácskozás.